Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a matematika az emberi tudás legkifinomultabb, a tökéletes, leginkább megközelítő, abszolút igazságainak lenyomata. A zene pedig a humán értékek közlésének legkifinomultabb, a tökéletes, leginkább megközelítő formája. Mindkettő egy sajátos, univerzális nyelv, amelyet az anyanyelvi hozzá, hovatartozástól függetlenül értünk. Mindezt Norbert Wiener, a 20. század egyik legnagyobb matematikusa mondta. És hogy ez miért is került szóba, hiszen vendégem Dubocki Gergely, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, aki egyéb iránt alkalmazott matematikus. Szervusz. Tisztettel köszöntelek. Nos, egy rendkívül érdekes és értékes életpálya összegzése következik, ami kicsit visszesen hangzik, hiszen krisztusi korban vagy. De azért összegezzük egy kicsit túl rajta, ami eddig történt. És akkor még egy utolsó idézet ígérem, a matematikai mintázatok és a struktúrák épp úgy az elmélben találnak visszhangra, mint a zenei formák. Ugye egy rövid felsorolás azért hadd illeszek ide, hiszen Gauss Bolyai János, aki a semmiből egy új másik világot teremtett, kiváló hegedűművész volt, Bolyai Farkas nem különben, és aztán itt van nekünk Farkas Gyula akadémikus, aki Székesfehérváron a Reál Zene, Reál Tanodában tanított, és emellett pedig Európa hírű zongorista volt. Aztán persze még a muzsikus, de ezzel abba is hagyom, hiszen ott van űrkutató, matematikus, geofizikus, a muzsikusban minden megfordul. Nos, akkor, ja, és persze nem beszéltünk még Eszterházy Péterről, aki szintén matematikus volt, erről majd később az esik szó. Kezdjük a te pályádat. Melyik volt a kedvenc tantárgyad ennek tükrében az általános és középiskolában? Hát alapvetően már mint azt kérdezett, hogy mit döntöttem el, hogy zenélek? Igen, de hát ha egyszer a matematika szakra kerültél az ELTE-re, akkor nyilván a matematika közé tartozott. Igen, tulajdonképpen az egész életemet végig zenéltem. Tehát úgy kezdtem, hogy már gyerekkoromban pöncsögtem a zongorán, már amikor volt, és nagyon sokáig nem gondoltam arra, hogy nekem zenei pályára kéne menni. Csak aztán kiderült, hogy nem működik másképp. Nem vagyok meg zene nélkül. Igaz, hogy közben elvégeztem ezt a matematikusi képzést az ELTE-n, de hát azt most már inkább egy olyan varga betűnek tekintem. Bár hozzá kell tenni azt, hogy nagyon-nagyon sokat használ a matematikai képzettség a zenei pályán is, mert sokkal könnyebb komplexebb struktúrákat átlátni. Igen. Egy ilyen fajta gondolkodásmóddal. Tehát az ELTE-n végeztél, és akkor és abban a pillanatban már tudtad, hiszen a fagot, zongora után kamarazenéltél, már tudtad, hogy neked a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a helyed. Igen, a kamarazene volt az első, meg a zongora, és a többi hangszer az egy kóstolás jellegű dolog volt. Már azután, hogy eldöntöttem, hogy a karmesteri pályát választom. De azért javítottalak ki, mert a karmesteri tevékenységemben is a kamarazene az, ami a legsúlyosabb, leghangsúlyosabb pont, mert a zenekari munkát én egy kamarazenéként tekintem, ahol a sok muzsikus dolgozik együtt, zenél együtt, és ez az, ami megfogott. Tehát egy ilyen élmény hatására döntöttem én a karmesteri pályám mellett. Ki fedezte fel a tehetségedet? Ki volt a mentorod? Egy mentort nem tudnék mondani, az biztos, hogy nagyon korán volt ugye az első zongoratanárom, aki ha nem olyan lett volna, amilyen, akkor én biztos nem leszek zenész, de hát mellette azért jó sokáig kitartottam, mert nem jártam konzervatóriumba sem, ugye akkor még nem akartam zenész lenni. Tehát akkoriban a kezdeteknél nyilván ő jelentette a világot nekem a Szabolcsi Bence Zeneiskolában. Sön Károlyné, és ő ültetett le a csembaló mellé is, és játszottunk barokk kamarazenét, meg reneszánsz kamarazenét. Tehát a kezdeti években mindenképpen ő. Aztán mentort nem tudnék mondani, tudok mondani komoly hatású tanáregyéniségeket, akik nagyon-nagyon komolyan, vagy kollégákat, akik mellett később dolgozhattam. Kocsis Zoltán vagy a Fischer Iván például, tőlük mind a kettőktől nagyon-nagyon sokat tanultam. Vagy a bécsi iskolában a professzor, tehát azért vannak. De egy mentort nem tudnék megmondani. Tudatos volt a pálya íved,
amit felépítettél magadban zenészként? Summa cum laude végeztél, tehát az már a tudatosságra int bennünket, amikor erről beszélünk. Hát igen, végül is a summa cum laude az egy némiképp esetleges dolog, de valóban az ember elgondol valamit. Aztán, hogy az élet hogy hozza, az egy másik kérdés. Annyiban mindenképpen tudatosnak mondanám, hogy amikor eldöntöttem, hogy karmester leszek, akkor elkezdtem megalapozni ilyen segédtanulmányokkal, ilyen volt a fagott vagy a cselló, jazzzongorára is jártam, nagyon sokat dolgoztam korrepetitorként énekesek mellett, és ez mind azért történt, hogy minél több lábra tudjam állítani ezt a borzasztóan komplex és sokáig tanulandó szakmát. Mondod valahol, hogy bejártál filozófia és esztétikát is tanulni, ami remek kiegészítő, az nem lehet vitás. A zenei szempontokat figyelembe véve. Igen, ugye? Igen. Mondjuk nekem erre mindig volt igényem, de valóban behallgattam a bölcsészkarra csak vendégként. De ez játék. Igen, ez fontos igen, játék. Kékegál volt, meg Hamvas. Említetted Kocsis Zoltánt, Fischer Ivánt, vegyük ide Fischer Ádámot is. Mi mindent lehetett megtanulni tőlük? Egy hivatott embernek, egy fiatalnak. Hát, ha én ezt most elkezdeném sorolni. De tulajdonképpen három zseniális emberről van szó, és az a fantasztikus, hogy mindenkitől mást lehetett összeszedni. A Zolinak a zenéhez való hozzáállása egy olyan unikum volt, ami revelatív volt, a Zeneakadémiáról kikerülve rögtön hozzákerültem, és egy teljesen másik nézőponttal találtam magam szembe. Iván, ahogy a zenéhez nyom, vagy átlátja a zenekarnak a működését, hogy hogyan lehet egy ilyen hihetetlenül komplex szervezetet terelgetni, és javítani, és inspirálni, abban fantasztikus. Ádám, ahogy a Wagner operákhoz hozzányúl, hogy milyen hihetetlen érzékenységgel tudja előre, hogy az énekesnek mi kell majd fél perc, vagy akár egy másfél felvonás múlva, és úgy dolgozik, hogy az később majd a lehető legtöbbet hozza ki a zenéből és az énekesből. Ezek mind olyan műhelytitkok, amiket csak gyakorlatban lehet ilyen fantasztikus mesterek. Tehát igazából a kívülállónak nem lehet és nem is kell a zseniálistól megkülönböztetni, mondom én. Valószínűleg nem úgy érzékeli egy kívülálló persze, mint ahogy közben munka közben. Na aztán itt van nekünk, illetve neked, de hát azt mondom, hogy a komoly zenerajongóknak is mondom, hogy nekünk az idén 10 éves medikus zenekar. Ez megint egy bevállalós történet, hiszen nem csak a matematikusok kapcsolódnak a zenéhez, hanem az orvosok nem különben, a medikusokról nem beszélve. Tulajdonképpen véletlen volt, hogy engem megtaláltak, és ez egy nagyon kedves önképzőkör jellegű dolog volt, kitalálták a hallgatók, hogy ők szeretnének zenekart. És akkor összegyűltek egy könyvtárban, ilyen borzasztó romantikus és megható módon, és akkor mindenki, amit talált, úgy összeszedett és rajta játszott. És valahogy egy idő után arra jutottak, hogy kell nekik egy profi segítség. És hát hihetetlen áldozatos munka és türelem és kitartás árán hosszú évek után oda jutottunk, hogy most lesz alapítvány a zenekarnak. Márciusban nagyon sikeres jótékonysági koncertet csináltunk a Zeneakadémián az egyes számú gyerekklinika javára, és olyan új világszimfóniát játszottak, hogy tulajdonképpen és ahogy nem is nagyon gondolt a közösség igen, arra, hogy néztem, rengeteg fellépésétek van, egyre inkább, és azt mondjuk, hogy kiteljesedett ez a zenekar. Ez állandóságot is jelent az életedben? Mindenképpen van egy fluktuáció, mert ugye ahogy jönnek meg elmennek tagok az egyetemről, úgy változik a tagság, de azért vannak állandó tagok természetesen. És ami a legfontosabb, hogy az egyetemi életnek szerves része, ez a zenekar. Tehát az egyetem fontosnak tartja a kultúra folyamatos jelenlétét, amit én más egyetemen nem is nagyon látok itthon. Tehát, hogy ez nagyon ritka és nagyon értékes dolog. Korán sem véletlen, hogy a Semmelweis ugye most ott van az 500, 201-től 501. helyen,
és most megcélozzák a 100-at, az új rektor legalábbis azt mondta, hogy ez nem lehet véletlen, hiszen ez komplex képzés, és még ráadásul ott van mellette a művészet. Ugye ez a Gesamtkunst, az összművészet, de bár te ezt más kontextusban használod, mégpedig már is itt vagyunk a Budapest Sunnál, Quadrivium. Ként indultatok, ugye? Úgy indult. Tehát igen, amikor pedig, ez a névkeresés egy nagyon komplikált dolog, mert annyira... Quadrivium, ez egy remek, benne van az aritmetika, geometria, asztronómia. Igen, csak egy kicsit tudálékos. És muzsika. Meg nehezen megjegyezhető, meg igen, de nagyon nehéz dolog a népválasztás. Tehát ezzel minden kollégám kiindulik, amikor valahogy a saját formációját életre akarja hívni, vagy hivatkozni akar rá. Végülis a Budapest Sound kollektív mellett maradtunk. De ez a saját csapatod, és a saját csapatnak mindig van valami misztikuma. Többnyire arról van szó, hogy amikor saját ötlet van, amit megvalósítanék, akkor ez alatt a név alatt fut. Ilyen volt az Eszterházival, Eszterházi Péterrel közösen létrehozott Hét utolsó szó, amihez utóbb Nádár István festőművész is csatlakozott, vagy a Café Budapesten a kortárs zenei sorozat. Tehát mindenképpen egy kicsit avantgárdabb jellegű, a formákat feszegető, új formákat kísérletező koncertekről. Tehát kellően elvarázsolt. Ugye az Eszterházi projekt az fantasztikus, ugye arról beszélgettünk, hogy te magad mondtad, hogy Haydn és Eszterházi, ez a tökéletes. A Péterrel annó beszélgettünk arról, hogy nála is mindig felmerült az a kérdés az ő esetében is, hogy a matematika és a művészet akkor hogyan közös. És tulajdonképpen egymástól függetlenül, hát nyilván ő ezt előbb kitalálta, csak én nem tudtam, hogy ő is ezt találta ki. Azt mondtuk, hogy a struktúra a közös pont. És igazából ezt tetten is lehet érni az ő szövegeiben, mert ahogy a nyelv terében, a szöveg terében, mint matematikai térben egymás mellé pakolja a szavakat, és azok alkotnak egy világot. Tulajdonképpen a hangok is úgy rendeződnek egy szimfóniában, van egy zenei világban, egy zenei térben. És a közös pont, ami a matematikával is rokon, az ez a strukturális szemléletmód. Igen, ez a páros egyébként is tágra nyílt szemeket kér. Folytassuk. Bartók Béla, Zeneművészeti Szakgimnázium. Tehát egy igazán kiváló zenésznek egyszerűen tanítania kell egy fiatal korosztályt is. Ez ugye általános, és ráadásul ez egy rangos, nívós múltja van, ha úgy tetszik. Igen, szerezt tanítani? Felkérés volt annak idején, elég hirtelen jött, de végül is örömmel vállaltam el, mert nagyon érdekes kihívás. Ugye ez már a konzis, tehát a középfokú zeneoktatás, és az én általam tanított tárgy az gyakorlatilag a szimfonikus zenekar a hallgatóknak. Tehát nálam ismerkednek a szimfonikus zenekarban való játék részvétel alapjaival, és hát én magam is nagyon sokat tanulok abból, hogy milyen felfedező utakat teszünk együtt a hallgatókkal, és elképesztő azt látni, hogy milyen módon inspirálhatóak a mai középiskolások. Dacára minden sztereotípiának, amit a mai fiatalokról lesz szokás mondani, hogy megváltozott, már nem olyan, stb. Nem, igenis nagyon komoly eredményeket el lehet érni, és hihetetlen odaadóan tudnak neki készülni egy feladatnak. Amikor vasárnap, vagy szombat, nem tudom, hétvégén reggel 8-kor ott ülnek az iskolában, és szólam próbáznak, mert úgy érzik, hogy még nem elég, úgyhogy én nem szóltam egy szót se, csak maguktól úgy érzik. Egy lázadó kamaszkor közepén. Hála Istennek, ezt érezzük itt Fehérváron is, van egy ilyen korosztály, aki kivételesen tehetséges és él a lehetőséggel, tehát szorgalmas is. Náluk ez kézen fogva jár, és ez így van ennyien. Budapest Fesztivál Zenekar. Ez azért már egy szint, ugye? Tehát mindenképpen az eddigi rövid pálya csúcsaként tekinthető az, hogy szerencsém volt Fischer Ivánnal és a Fesztivál Zenekarral ilyen szoros együttműködést kialakítani. Világszínvonalú együttes, hihetetlen hozzáállással, muzikalitással, és nagyon jó lehetőségeket kaptam. Tulajdonképpen véletlen kerültem oda, ennyit a tervezésről, ugye amit kérdeztél az elején, hogy akkor mennyire tudatosan építi az ember a pályát.
ezeket nem lehet a végletekig eltervezni, hanem közben alakul, és úgy alakult, hogy el tudtam kezdeni dolgozni a fesztiválzenekarnál, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez összejöhetett, mert tényleg rendkívül élményekkel lettem gazdagabb, nagyon sokat tanultam belőle, Ivántól sokat tanultam, zenekartól sokat tanultam, és nem utolsó sorban nagyon jó koncerteket tudtunk együtt létrehozni. Tapasztalati tény, hogy a tehetség előtt kinyílik a világ. Bayreuth, Chicago, Birmingham, Portugália, az Atlantic Coast, Svájc, Menuhin, mesterkurzus. Címszavak van, de néhány szót beszéljünk erről. Ez mind-mind rang ott lenni, rang megmérettetni, és rang úgy hazajönni, hogy megtettem mindent, mert sikerem volt. Tulajdonképpen a legfontosabb dolog az, hogy nem lehet bezárkózni. Tehát ahhoz, hogy mondjuk én a kollégákat inspirálni tudjam, ahhoz nekem is ki kell tekinteni a szűkebb kultúrából, és időnként új dolgokat fel kell fedezni. Ez lehet akár egy nemzetközi versenyen való megmérettetés, mondtad a portugál versenyt, ugye, ami végül is megnyertem, úgy alakult. De nagyon érdekes látni azt, hogy mondjuk Amerikában mit gondolnak a zenekari játékról, teljesen más bizonyos szempontból, vagy Bécsben mit gondolnak a zenekari játékról, hogy az angolok hogyan próbálnak. Ez a Menuhin Fesztiválon meghirdetett mesterkurzus megint csak egy nagyon érdekes tapasztalat volt, mert nagyon jó zenészekből állt a zenekar, és a Zürichi Opera, a Bambergi szimfonikusok, tehát minden elsőrangú zenekarokból gyűltek ott össze, és gyorsan meg kell tanulni alkalmazkodni, és tőlük is nagyon sokat lehet tanulni. Ez aztán megtérül, ez a tapasztalat kamatoztatható, akármelyik zenekar. És nyilván a mesterkurzusok professzoraitól is, hiszen mindenki más. Természetesen. És nem csak névben, hanem stílusban, és így tovább. Tényleg kortárs vagy klasszikus? Egyáltalán érdemes egy ilyen kérdést feltenni egy nagyra hivatott karmesternek? Csak annyiban, hogy a kortárs az egy most élő szerző. Igazából a zenének az érvényessége az, ami perdöntő. Tehát amikor én hozzáállok, ezt szokták néha mondani, hogy én klasszikusan fogom fel a kortárs zenét. Szerintem ez csak annyit jelent, hogy mindig a zenei összefüggést keresem. Tehát akár 500 éve írták, mondjuk Giovanni Gabrielit csináltunk most karácsonykor az amatőr zenekarra, akár tegnap. Mindig az a perdöntő, hogy az adott közegben, a szituációban az a zenei gondolat összefüggés hitelese, érvényese és működik-e. Mávó, Buda, Szolnok, Fehérvár, ezt csak röviden írtam ki, és akkor Fehérvár a vége. Miért Alba Régia szimfonikus zenekar? Milyen gondolatokkal fogadtad az invitálást, a felkérést a vezető karmesteri posztra? Hiszen ismerted már helyek közzel, teszem hozzá a zenekart, de így állandóra azért ez rendkívüli kihívás, mondom én. Tavaly januárban vagy februárban talán, de hát mindenképpen tavaly télen volt az első találkozásom a zenekarral. Schumann második szimfóniát csináltunk együtt, és emlékszem arra, hogy nagyon-nagyon jó élmény volt a zenekarra dolgozni, mert ambiciózusak, kitartóak, keresik azt, hogy hogyan lehet valamit létrehozni, és ez egy nagyon értékelendő és megbecsülendő tulajdonság. És mindenképpen nagyon komoly reményekre predesztinálja a zenekart is, meg a zenekultúrát is itt Fehérváron. Aztán egyik koncert követte a másikat, és végül úgy alakult, hogy megérkezett ez a felkérés, amit nagy örömmel vállalok el, mert ez a fajta perspektíva és ez az izgalmas szellemi műhely, amit létrehozható, ez egy pálya elején álló karmesternek csak az álma lehet. Nagy kihívás mindenképpen. Egyébként egy kicsit már a tiét, hiszen azt hiszem nézőink is látták már, számtalanszor vetítjük mi is, a Zsajkovszki Virágkeringő, az már a tiéd. Azt együtt vettük fel, igen. Mindenképpen. Nézzük még így a végén, ugye nézem, hogy január 15-e Közép-Európai Egyetem, február 6 MÜPA, február 14 Variációk Konzira a Zeneakadémián,
aztán klezmera itt a Vörösmarty Színházban, és még márciusban pannon filharmonikusok Pécs, tehát lesz dolgot bőven, míves és sűrű a program. Miként lehet felkészülni egy ilyen programra? Úgy, hogy mindenütt 100%-ot vársz magadtól, és értelemszerűen vár tőled, illetve a zenekartól a közönség. Igen, hát ez egy komplex dolog, és tulajdonképpen nagyon jó, hogy felvetetted, mert ez is egy olyan tudás, amit egy fiatal karmesternek el kell sajátítani. Nem a hadonászós része, hanem az időbeosztós része, és az előre tervezés. Nekem, de Magyarországon amúgy is egy kicsit nehezebb, mondjuk egy svájci viszonylathoz mérve előre tervezni, de tulajdonképpen azon múlik, hogy időben elő legyen készítve minden, és mondjuk vezetőként, akár csak a medikus zenekarnál, akár a konzinál, vagy máshol, nagyon fontos a delegálás képességét és a döntés képességét elsajátítani, hogy az ember ne foglalkozzon nem neki való feladatokkal, hanem tudjon határozottan arra fókuszálni, amit neki és csak neki lehet elvégezni. És hogyha ezt szépen bepakolgatjuk, egyébként ezt a Házi Péter is így dolgozott, amikor beszéltünk először erről a szövegről, amit a Haydnhoz megírandó volt, akkor elkezdett gondolkozni, ő maga mondta, hogy ilyen kőműves módjára, hogy akkor ez milyen hosszú szöveg, és a naptárba hova teszi be, ahol meg tudja írni. Tehát a 100%-os teljesítésnek ez a fajta előre tervezés az áloga, és akkor meg minden rendben van. Tehát tudni kell igent mondani. Nos, én köszönöm, hogy igent mondtál Székesfehérvárnak, az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak és nekünk. Nem kívánok semmit, hiszen folyamatosan végigkísérjük azt hiszem ezt az időszakot, amit majd itt töltesz velünk most már, mint állandó karmester, vezető karmesterként. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Én is köszönöm, és nagy örömmel állok elébe. Köszönöm szépen. Mi is várjuk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vendégem Dubocki Gergely volt, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vezető karmestere. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.